Jöhetnek az újabb enyhítések, 5 millió beoltottnál levehetjük a maszkot a közterületeken. Folyamatos a nyitás, a visegrádi fellegvár is látogatható. Rendhagyó házasság kötés, tűzoltók köszöntötték bajtársukat esküvője napján. Köszöntöm nézőinket, Önök a regionális televízió térségi hírösszefoglalóját látják. Már az előttünk álló pünkösdi hétvégén életbe léphetnek az újabb enyhítések, amikor is eléri a beoltottak száma az 5 milliót Magyarországon. Ezt közölte április 21-én reggel a Kossuth Rádió műsorában Orbán Viktor. A kormányfő bejelentése szerint megszűnik a kijárási tilalom, a kötelező maszkviselés, vége az üzletek, vendéglátóhelyek kötelező zárásának, szabad a sport a közterületeken és az 50 fős családi rendezvények, valamint a 200 fős lakodalmak is megtarthatóak. A zártéri zenés táncos rendezvények csak védettségi igazolvánnyal látogathatóak. A szabadtéri rendezvények 500 főig korlátozás nélkül megtarthatóak. A már beoltott 16-18 évesek felnőttek nélkül is mehetnek moziba, színházba. Augusztus 31-ig meghosszabbította a kormány a hitelmoratóriumot. Több mint egy éve tavaly március 18-án jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a családokat és vállalkozásokat segítő intézkedést. Ez volt a kormány első gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedése a járványhelyzetben, amit aztán tavaly évvégén fél évvel meghosszabbítottak. Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón arról beszélt, az újabb döntés nagy áldozatot kíván a bankszektortól, ugyanakkor a kormány célja, hogy a könnyítéseknek köszönhetően több pénz maradjon a családoknál és a vállalkozásoknál, ezzel is segítve a gazdaság újraindításának sikerét. Ez olvasható a hiradó.hu oldalán. Megszűnik az ingyenes parkolás május 23-án vasárnaptól. Pünköst hétfőn még ingyen lehet majd parkolni az ünnepnap miatt, de május 25-e 2-től újra fizetőssé válnak a parkolók. Ezt közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a május 20-ai kormányinfón. Az adott települési rendeletek szabályozzák a fizetős övezeteket. Az esztergomi önkormányzat arról értesítette híradónkat, hogy hamarosan egy közleményt adnak ki a parkolással kapcsolatban, melyben minden kérdésükre választ kaphatnak majd a helyi autótulajdonosok. Több mint 200 ezeren látogatják évente a visegrádi fellegvárat. Az erődítmény 1000 éves történelmi múltra tekint vissza, a várba látogató két állandó kiállítása és a fellegvár gyönyörű Dunakanyarra nyíló panorámája egyaránt vonzó a hazai és a külföldi turisták számára. A vár május 1-én nyitott ki újra, védettségi igazolvánnyal bárki megcsodálhatja. Mivel a fellegvár az egyik legjobban ismert dunakanyari műemlék és országosan is ismert, ezért aki Visegrádra látogat, az biztos, hogy ellátogat ide a fellegvárba, és egyrészt a páratlan dunakanyari panoráma miatt, másrészt viszont ugye az emberek többségét azért megérinti ez az 1000 éves történelem. Fokozatosan nyitnak a közművelődési intézmények is régiónkban, az egykori zsinagógában működő művelődésháza a mentősöknek adott helyet, itt végezték el a COVID-PCR teszteket, de hamarosan ők is újra nyithatnak. Már megnyitott a kapuit a Féja Géza Közösségi Ház Esztergom kertvárosban. A kulturális intézményben dolgozók a járvány ideje alatt sem tétlenkedtek, ételt osztottak az iskolásoknak és a rászorulóknak is. Az online kapcsolattartás után most sokak nagy örömére védettségi igazolvánnyal a járványügyi előírások betartásával visszatérhet az élet az intézményben is. A csoportok jelentős része újból indul, főleg ahol a gyerekek vannak, tehát a Kempó fejlesztő torna. Indul a felnőtteknek egy Meridian torna, most majd május 31-én, amely az egészség megtartásában segít, aztán kondicionálós torna. És néhány nagy rendezvényünk is előkészítésre került. Ebből a legfontosabb volt az, hogy végre a valós környezetben is meg tudjuk tartani a 11. Komárom-Esztergom megyei fotópályázatnak a díjátadását, és magát a kiállítást is meg tudjuk nyitni. A kormány célul tűzte ki, hogy minden magyar családot igyekszik támogatni, és családbarát országgá teszi Magyarországot. Ezt mondta Rétvári Bence a Pest megyei Verőcén, ahol új épülettel bővült a bölcsöde. Így megduplázódott a csoportszobák száma, és 14 fő helyett most már 28 kiskorú napközbeni ellátását tudják vállalni az ott dolgozók. A református egyházi fenntartású köznevelési intézmény megépüléséhez a kormány 223 millió forint visszanem tér
térítendő támogatást adott. A térség országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen azt hangsúlyozta, hogy nem csak a nagyvárosokban, a kis településeken is fontos a kisgyermekek napközbeni ellátásának biztosítása. Mindezeknek az a célja, hogy bármekkora település, bármilyen családi élethelyzet, minden esetben érezzék azt a magyar családok, hogy az állam, ahol tudja, ott segíti az ő hétköznapjaikat. Nem akadályokat gördít, nem anyagi nehézségeket gördít a családok elé, hanem mind anyagiakban, mint pedig lehetőségben igyekszünk bővíteni a családok lehetőségeit. Az előttünk álló hosszú hétvégén változik a vonatok és a buszok menetrendje az ünnepek miatt. Erről tájékoztat közleményében a MÁV Volán csoport. A MÁV Start, a Volán Busz és a MÁV Hév a pünkösdi ünnepekhez igazították a járatok közlekedési rendjét. Az átoltottság előrehaladásával, illetve a járványügyi korlátozások enyhítésével valószínűsíthető, hogy a belföldi turizmus és az ezzel járó utazási igény magas lesz a hosszú hétvégén, emiatt érdemes elővételben akár napokkal korábban megváltani a menetjegyeket. A változások miatt az utasoknak indulás előtt érdemes tájékozódnia a vonatok és a buszok aktuális menetrendjéről. A vonatok esetében egy picit egyszerűbb a helyzet. Vasárnap lesz változás, aznap ünnepnapi menetrend lesz érvényben, kevesebb utazóra készülünk, és május 24-én pünköst hétfőn lesz a vasárnapi menetrend érvényben, mert hogy ez tudja megfelelőbben kiszolgálni azokat az utazásokat, amelyekre számítunk a Budapest, illetve a nagyobb vidéki városok között. Ez az előző évek tapasztalata. A Volán busz érintettségében picit több a változás, mondhatjuk azt, hogy a mai nap kivételével minden nap változik a menetrend. Talán ebből a legfontosabb a keddi nap, aznap a hét első munkanapján és iskolai előadási napján érvényes menetrend szerint fognak közlekedni a Volán busz járatai. Bajtársukat köszöntötték házasság kötésének napján a tokodi önkéntes tűzoltók. Az egyesület tagjainál ez már régóta amolyan bevett szokás, hogy meglepetésszerűen a csapat tagjai arról a bizonyos nagy napról megemlékeznek. Ez most sem maradhatott el, május 21-én ugyanis az önkéntes lánglovagok egyik tagja mondta ki a boldogító igent menyasszonyának. Kettesével fogjuk, de itt fog majd ezt. A tömlőkaput készítik elő a tokodi önkéntes tűzoltók a helyi községháza előtt. A csapat egyik tagja fogadott itt örök hűséget péntek délután, ezért őt és újdonsült feleségét igyekezte meglepni a hétbajtárs. Nehéz összeszervezni, főleg, hogyha hétköznapra esik ez az esemény. Azonban egy nagyon jól működő közösségről beszélünk, és azt gondolom, hogy ennyit megteszünk egymásért. Pap Tamás és Nyerges Tünde a 2017-es szilveszteri tűzoltóbálon ismerkedett meg egymással. Sejtelünk volt, hogy ez bekövetkezik, de nagyon örültünk neki, és nagyon, nagyon szeretjük az ilyen. Sok boldogságot szeretnék kívánni a tokodi önkéntes tűzoltók egyesület valamennyi tagjának a nevébe. A tokodi önkéntes tűzoltók egy különleges jótékonysági akcióra is készülnek, aminek eredményéről a hétvégén egy videót jelentetnek meg majd a közösségi oldalukon. Ennyi fért mai hírösszefoglalónkba, legközelebb kedden jelentkezünk, akkor találkozunk. Addig is tudják, kövessenek minket a www.rtve.hu címen, valamint közösségi felületeinken és adásban is. Vigyázzanak nagyon magukra, minden jót kívánok, viszontlátásra!